This is the tale thus far. The king's need was exceeded by anger. Those who would help were destroyed. But from their deaths, a new power drawn from sin, and an army that would live once more. Hello, üdvözlök mindenkit! Újra Patesz vagyok, és ez egy újabb Darksiders videó lesz. Méghozzá folytatom, mert megvan a megoldás. Ugye az előző videóban ott akadtam meg, hogy nem tudok hova átmenni. A kulcsot megszereztük, de nincs meg az a hely, hogy ojjajjaj, hol menjek. Meg mit. Mert ugye innen megszereztük a kulcsot, igen. Jó. Itt úgy látszik elmentette. Az előző videóban néztem egy helyet, mármint ugye a saját videómban, csak ugye nem láttam, hogy itt is van, ez az, igen, hogy alul is van egy ilyen pöcök. Most ez a pöcök nagyon egyszerű, egyszerűen fogod, fölmész rá, és kész. Ugye. Kinyitjuk az ajtót. Viszont kicsit ebben a videóban, amiben ami megerősítette nekem, bocsánat, megerősítette nekem, hogy igen, ezt kell csinálni, Patrik. Kicsit tovább néztem azt a videót, hogyha esetleg valahol a közelben lesz még egy ilyen megakadás, akkor ne kell megint megállítani a videót, hanem akkor nyomhatom tovább, úgyhogy tudom, de ahogy néztem, ameddig néztem, hál' Istennek nem volt probléma. Ebből. Most vettem ugye pár harci kombót a játékban, úgyhogy azokat meg kéne próbálnom. Mert amúgy nem tudom, hogy hogy kell csinálni, szóval csak úgy összeviszonyomgatom mindig. Ez ugyanaz. Igen. Nem. Na, ez megint ugyanaz. Álljatok. Oh. Hogy van ez? Ez a sima ütés, jó? Tehát akkor... ez az, igen. Ez egy például, amit megvettem. Aztán, hogy mikor tudom használni, mikor nem, az ugye ez... véletlenszerű. Igazából ugye nem rajtam múlik legjobban, hanem a ujjaim nyomásán, hogy nyomom. Itt le lehet esni? Ja nem. Jó. Nem erre kell, csak így hirtelen ezt nem láttam meg. Fasza. Jó, úgy látszik akkor itt... itt van ez a pázis rész. De mint a videóban kicsit később lett volna, nem ilyen hamar. Jó, rendben van. Akkor itt van két gomb. Nos, ezzel a kettővel két kaput nyitunk ki. Ha esetleg valaki játszana a játékkal, és kicsi az esélye, de tegyük fel, hogy tőlem nézze végigjátszást és a segítséget. Két ilyen lenyomó szar van, amivel kinyitjuk a kaput. Most nyílik ki az első, ami ugye baloldali. Most elmegyünk oda azért. Szépen. És átmegyünk a másikra, ugye váltunk. Szépen oda toljuk. Ja, és amúgy érdekes, szóval a levegőben van ez a szar. Nem tudok bemenni. A levegőben van ez a szar. Látjátok? De azért mégis lenyomja. Csak viszont így meg az a probléma,
Ó, de itt várjál. Igen, itt ki tudok jönni. Igen, és még akkor meg váltottam volna csak max. Na, váltsunk vissza. Na, ezek után fogjuk magunkat és... Ebben probléma lesz, gyerekek. Bezárultak a kapuk. Csak kifelé lehet mászni, befelé nem? Nem lehet, sajnos. Ez valami jó lesz így. Hogy csinálta a csávó? Baromi jó, hogy ezt így franc se tudja. Igen. Oké. Ki tudjuk hozni? De csak ennyire. Oda miért nem tudom felvinni? És oda be se tudom vinni. Mit csesztem el? Mit rontottam el már megint? Nem, így se lehet pattogni. Ez pedig itt el van zárva, be nem tudok menni. Mert csak a teljes testemmel tudok. Innen oké. Innen... át lehet úgymond ugorni titokba, sunyiba, de ez se segít sokat. Úgy vesszük, mivel nem tudunk fölveszni. Ez az, amit előbb meg akartam próbálni. De nem jön össze. Oké, szerintem itt még ezt megpróbálom. És ha nem megy, akkor lesz egy vágás, amíg szenvedek ezzel. Na, váltsunk át. Uff, és... áh! Lehetetlen. Na, újra. Próbáljuk meg még egyszer. Mi történt? Hello? Jó? Ne. Föl még nem tudok menni, így sem. Gyerekek, akkor vágás lesz itt, jó? Ennyire gyökér nem lehetek amúgy, de sajnos látszik, hogy vagyok. Ez egy világi gyökér vagyok. Nincs más dolgom, igazából kiderült, mint hogy fogom magam. És... a szobor, a maga úgymond a teljes lelkemmel, testemmel együtt beviszem abba a szobába. Ennyi a dolgom, semmi más. Szépen átváltok, odatolom. Viszket ez, biztos kötik még. Na, és akkor annyi a dolgom, fogom szépen. Kicsit vissza. Felengedem.
hanem tuff, kész. Át is jöttem, minden oké. Közben ez is ott van a helyen, így ki tudom nyitni az ajtót. Voilà, ott van az a pötty. Azt kell ezt a pötty, nem pötty, hanem gömb. Ugye azt kell itt ahhoz a részhez oda hajítani. Sikerült. Igen. És ott is lesz egy ilyen kar, amit be kell tolni. És ez ugye levisz minket. Következő szint. Ugye, hogy nem bonyolult, ez csak én mondom. Na, de amíg itt ez megy le, behajtom az ajtót, mert közben a Leo bejött, és ugye, ahogy látjátok, itt fekszik mellettem, nézni is a kamerába bele. Nézd a kamerát. Nézd le. Na, megyünk akkor a... Nem. Szép, meg kell forgatni még hozzá. Melyik ajtóhoz? Ott az ajtó, igen. Na, mész a szokásos helyedre? Akkor az egészségünk. Na, de várjunk. Ezt ismerős helyhoz. Hát ez a híd! Ide jöttünk vissza! Akkor mi értelme is volt ennek az egésznek? Igazából körbejártuk az egész helyet. Ennyi. Nagyon jó. Nem értem, hogy ezt az oldalát miért nem lehet ennek megfogni, és miért csak a jobb oldali. A másik irányba kellett volna elkezdeni a forgatást, most már mindegy. És ki is nyílik az ajtó. Hova bemennék, megjönni a játék. Kényelmes? Na, én még vagyok. Tovább jutottam. Remélem azért segítség voltam, akinek kell. Na igen, akkor örülök. Amit tudok, szép terek, pénzt kapok. Sikerült. Hoppá, egy élet. Tudom megcsinálni, mindig. Hoppá, még egy élet. Van még egy láda. Van. Ezekben a látákban van. Ezt eddig nem is tudtam. Jó, tudni. Jó, mondjuk ezekben nincs. Lehet, hogy csak itt adnak a ládák ilyet. Sehogy se jó nekem, nyilván forgolódsz. Itt is csak a fején. Wow! De ezt is szoktak csinálni, erre emlékszem. De ugye a játékban van kombó liszt, úgyhogy majd valamikor megnézem. Tisztom a köszönöm. Nem láthatom magam. Láttam ezt a részt. Igazából itt láttam a dolgozni. És
most már le kéne, hogy nyitva van. Hoppá, kész, egy csatlival kezdtem. Hamar megtettem. Hot vagy. Most nem kap el. Igen, de a szélétől kicsit a réptel áll, és a vissza a kapulásnál, mint a vissza a kezét, a kormány fog eltalálni. Lehet, hogy most
cél. Hát gyerekek, akkor ezt a bosst egy másik időben fogom megcsinálni a következőben, remélem tetszett, ha tetszett, akkor like. Hello!